Második alkalommal indul a Pécsi Tudományegyetem a sárkányhajó világbajnokságon, és harmadik ízben vesz részt az Európai Egyetemek játékán. Így a hallgatókból és egyetemi dolgozókból álló csapatok a nyáron Lengyelországban és az Egyesült Államokban méretik meg tudásukat nemzetközi szintéren. Hári József, a PTS sportirodájának vezetője elmondta, hogy a sárkányhajósok egy 150 egységből álló mezőnyben 3000 sportoló között versenyeznek majd. Több kategóriát versenyeznek ezek a srácok, tehát van olyan, hogy 10 fős női, 10 fős férfi, van 10 fős mix, ahol férfiak és nők is vegyesen, és van a klasszikus nagy sárkányhajó, a 20 fős irányítóval, dobossal lévő sárkányhajó, ahol szintén van külön férfi-női kategória, és van vegyes kategória is. Mi megpróbálunk elindulni minden egyes kategóriába, és minden egyes távon. 200, 500 és 2000 méteres távokon zajlanak majd a versenyek. Mint megtudtuk, a távol-keleti országokat és Kanadát lesz a legnehezebb legyőzni. Komoly felkészülést követően utaznak a csapatok, erre a konkrét versenyre tavaly november óta edzenek. Elsősorban, ami nagyon nagy motiváló tényező, az a csapat. Tehát egy nagyon jó közösség vagyunk, nagyon jó társaság, aki ebbe a csapatba belekerül, az általában itt is marad nálunk. És emellett még nyilván ugye az, hogy sportolunk, utazunk, világot látunk, versenyzünk, nagyon jó eredményeket érünk el az utóbbi időben, ez mind-mind motiváló tényező lehet. Az Európai Egyetemek játékát idén Lengyelországban Lucsban rendezik, de két év múlva hazánk adhat helyet a rendezvénynek. Miskolc és Debrecen közösen fogja majd megrendezni ezt az Európai Egyetemek játékát. Itt is több mint 200 Európai Egyetem lesz majd részt, és nagyon-nagyon sok hallgató, 5000 fölötti hallgató fog majd versenyezni. Az indulás előtti sajtónyilvános csapatgyűlésen megtudtuk, hogy 4 sportágban, asztali teniszben, sakkban, judóban és tollaslabdában képviselik hazánkat a pécsi egyetemistákból álló gárda. Az esélyekről Hári József annyit mondott, hogy Lengyelországból és az amerikai sárkányhajó versenyről is várnak érmet.